Az Alba Regia táncegyüttes számára igazán különleges az idei év. Az 1949-ben alapított a Népi Kultúra Európa Díja Székesfehérvári együttese 75 éves jubileumához érkezett, amit egy különleges kiállítással köszöntöttek. A tárlatot Cserpakovics András polgármester nyitotta meg a Malom utcai táncházban. Ez egy nagyon értékes, sőt kiemelkedően értékes kulturális közössége, nem csak Székesfehérvárnak, hanem az összmagyar kultúrának, és ezért is van jelentősége, hogy néhány nappal Magyar Kultúra napja előtt egy sajtótájékoztató és egy kiállítás megnyitóval egybekötött kis esti esemény az, amivel elindul ez a jubileumi esztendő. 75. születésnap az, azt hiszem, hogy önmagáért beszél, jól mutatja, hogy egy közösség, de mi, akik ismerjük ezt a közösséget, azt is tudjuk, hogy emögött pedig ott van egy mozgalom. A megnyitó Juhász Zsófia, az ötletgazda Alba Regia Táncegyesület elnöke megerősítette, az együttes 75. születésnapja egy olyan évforduló, amely meghatározó a népi kultúráért dolgozó és azt tánccal, zenével megőrző nemzedékeknek, ami a jövő táncosainak is példa az elkötelezettség megőrzésére. Ez a jubileumi év, ez lehetőséget teremt arra, hogy nagyon sok hozzánk tartozó volt táncosunk, jelenlegi táncosunk, azok családjai együtt legyenek, találkozzanak. Ezek olyanok lesznek, mint sok-sok osztály találkozó, egy évbe besűrítve. És nekünk, akik itt dolgozunk, nekünk nagyon fontos, hogy ezekről a jubileum évekről megemlékezzünk, és ezeknek a lehetőségeknek a számát szaporítsuk itt a táncház falain belül. A Majoros Róbert művészeti vezető által megálmodott Easy-Glary 21. századi technikai megoldásokkal dúsított kiállítás olyan pillanatokat, helyzeteket emel ki az együttes mindennapjaiból és ünnepeiből, amelyek valamiért emlékezetesek és meghatározóak. A házban azért nagyon sok ember megfordul. Azon kívül, hogy járnak ide felnőtt néptáncra a táncosok, illetve járnak a szenior csoportban, nagyon sok gyerek táncosunk van, és azoknak vannak szülei. És nagyon jó volt látni például, hogy készült ez a kiállítás, darabról darabra került föl minden a helyére, hogy ők is nagyon tetszően és rácsodálkozóan nézték, hogy hogyan szépül ez a ház. A gyerekek nagyon jól megfogalmazták, hogy olyan néptáncosabb lett ez az egész épület. Az Analog Digital Arte 75 című kiállítás rendhagyó módon tárja a közönség elő a 7,5 évtizedes múltat, úgy és olyan pillanatokat emel ki az együttes életéből, amelyekben a tradíció és a modernitás kézenfogva jár. A múlt és a jelen szépségeit, az együttes fejlődésének mérföldköveit mozdulatokon, táncképeken, meghatározó pillanatokon keresztül idézi meg.